Július 1-től kiemelt figyelmet fordítanak az allergén növényekre a közterület felügyelők a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet alapján ellenőriznek és ha szükséges figyelmeztetnek. Elsődlegesen azt vizsgálják, hogy a közterületeken van-e parlagfű. Ha igen, egy olyan tablettel fotózzák le a területet, amely össze van kapcsolva a felügyelet szerverével, így rögtön rögzítik a pontos GPS adatokat és fotókat is. Hiába a városhoz tartozik az ingatlan előtti közterület, mégis az ingatlan tulajdonosának feladata azt rendben tartani. Ha valaki mulaszt, például nem írtja a parlagfüvet, akkor felszólítják a felügyelők, hogy tartsa rendben az érintett területet. Mi július 1 után alapvetően elkezdtük a nagy körúton belüli részt, illetve a főközúti utak környékét végellenőrizni. Ezzel most végeztünk. Alapvetően nem találtunk olyan nagy problémát, mint amire számítottunk. Egy-két helyen volt gyomos elhanyagolt terület, de alapvetően parlagfűvel sok helyen nem találkoztunk szerencsére. Ahol ilyen volt, ott mindenkit felszólítottunk, és ezek szinte azonnal levágták ezt a területet. Még elmondom, hogy olyan terület is volt, ahol megjelentünk kint az eszközeinkkel, és mindenféle felszólítás nélkül másnapra már a terület rendben volt téve, ilyennel is találkoztunk szerencsére. Most indulunk majd a város többi részeire, a kertvárosias részre, illetve a különböző bokotanyákat is végig fogjuk járni, meg lesz időnk és energiánk, akkor a külterületeken a mezőket is meg fogjuk nézni, hiszen most volt az, amikor elkezdik vágni a gabonának, a gabonát levágják majd, és a talló pedig, ugye már a megmaradt tallókon nagyon sok ilyen fog majd parlagfű megjelenni, ezeket fogjuk majd ellenőrizni a továbbiakban. A városi közterület felügyelőknek eddig bírságot, feljelentést nem kellett alkalmazniuk, mellettük azonban mások is ellenőriznek. A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági növény- és talajvédelmi főosztályának munkatársai is elkezdték a parlagfűvel fertőzött földterületek felderítését légi úton is. A betakarított kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagymértékű gyors fejlődése észlelhető, ezért a földhivatali mezőgazdászok és a növényvédelmi felügyelők az allergén gyomnövénnyel fertőzött területeket, táblaszéleket bemérik, jegyzőkönyvezik és lefotózzák. A dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához is szükségesek, a fertőzött terület nagyságától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot róhat ki a szakhatóság, valamint az eljárás költségeit is a földhasználónak vagy a tulajdonosnak kell megfizetnie.